Csengei Dénesnek az első kötete, a Gyertyafénykeringő jelent meg most a Szépirodalmi Kiadónál. A novellák, amelyek ebben a könyvben találhatók, szomorú, sokszor tragikus léthelyzeteket mutatnak be, és ilyen az egész könyvnek az atmoszférája, és mégis azt mondanám, hogy nem teljesen reménytelen ez a könyv. Nem reménytelen, mert én sem vagyok reménytelen. Nem annyira tragikus, mint tragédiák utáni időkben élünk. Nem azon feladva nekünk, hogy elszenvedjük a tragédiákat, hanem hogy túltegyük magunkat rajtuk, kinőjünk belőlük, anélkül, hogy el tudnánk, hogy eltagadnánk őket. Ez a beszélgetés részlet azon kevesek egyike, melyet az archívum megőrzött Csengei Dénestől. Alig 37 évet élt, és halála óta eltelt idő arra volt alkalmas, hogy kialakuljon egy kultusz körülötte. Mondta el az élete történetét feldolgozó könyv szerkesztője, Bartusz Domokos László. Talán pont kellett ez a majdnem egy generációnyi időszak ahhoz, hogy úgy tudjunk rátekinteni azokra a rendkívül fontos eseményekre, amelyeket szerintem belülről megítélni nagyon nehéz, kell a kis távolságtartás ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja tenni. Csengei Dénesről írt monográfiám is gyakorlatilag 30 éve készül. Tehát én ezt már akkor tudtam a 90-es években, hogy szeretnék ezzel az emberrel foglalkozni. Nyilván nem volt ennyire tudatos, hogy most én kivárom ezt a 30 évet, de igazából most így nem bánom, hogy ennyi idő eltelt, mert valószínűleg egész másképpen látom, mint akkor láttam volna. A rendszerváltás kora egy izgalmas időszak volt, hiszen hosszú idő után szabadon lehetett megfogalmazni gondolatokat. Számos az idáig asztalfiókban őrzött munka látott napvilágot. Kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk az akkor készült írásokkal kapcsolatosan mondjuk maguk a rendszerváltók most mit gondolnának, hogy milyen állásponton lennének a saját gondolataikkal, írásaikkal kapcsolatosan, ezt nem tudom. Ami biztos, hogy talán az érték fogalmát, ha próbáljuk körüljárni, akkor pontosan ez lehet az egyik mérce, hogy vajon az akkor leírt dolgok ma is hitelesek-e. És mondjuk, nyilván nem tudok elkanyarodni Csengei Dénestől, én benne pont azt szerettem akkor is, és most is azt gondolom, hogy talán ez benne a különleges, hogy nem kell szégyelnie, amit akkor mondott, vagy akkor írt, mert hogy az most is áll. És akkor is az tűnt fel ő benne, úgy tudtam úgymond kiválogatni őt a sok arc közül, hogy úgy éreztem, hogy valamiért úgy éreztem, hogy rendkívül hiteles. Ez a szó mozorgott bennem folyamatosan. Csengei művészetének egyik legnagyobb értéke a hitelessége és az igazság keresése, állítja Bartosz Domokos László. Hihetetlen sokfajta stílusban és műfajban megpróbálta magát, de tematikailag, témailag gyakorlatilag mindig ugyanazt mondta, tehát teljesen mindegy volt, hogy most egy filmforgatókönyvről beszélünk, egy novelláról beszélünk, egy politikai beszédről van szó, újra és újra gyakorlatilag ő ezt a sürgető, azonnali váltást követelő hát gondolatkört próbálta keresztülvinni, azt, hogy nincs időnk, hogy csináljuk már, hogy menjünk, hogy haladjunk, ne vesztegessünk több időt. Volt az ő lényében, írásaiban egy ilyen rendkívül türelmetlenség. Az megfejthetetlen, hogy ez a türelmetlenség abból adódott-e, hogy tudta vagy érezte, nem sok idő adatott neki az árnyékvilágban, és mindezt, amit közde akart adni, az idő szorításában kellett megtennie. Olyan, mintha érezte volna egyébként, hogy nagyon kevés idő adatik neki, tehát ezt úgy szeretem ezt mondani, aztán lehet, hogy nem igaz. Minden esetre az biztos, hogy talán ez a fajta most jó értelembe vett kapkodás is ebből fakadt. Minden esetre Csengei Dénes nem lehet helyhez kötni, mert ő állandóan úton volt. Folyamatosan cikázott, Keszthely, Szekszárd, Budapest, és ment mindenhova, ahova hívták. Azt mondhatnám, hogy ő egy ilyen utazó országnak az utazó nagykövete volt, vonaton élt, és vonaton is ugyanezt ezt a tüzes lelkesedést próbálta ott a legegyszerűbb embereknek is átadni. Tehát igazából őt nem érdekelte, ha ketten hallgatják, vagy 500-an, akkor is mondta, és csinálta, és hajtotta. Ezt nem lehet büntetlenül sokáig
ebben a tempóban, ahogy ő élt, úgyhogy talán ebből is fakad az ő nagyon szomorú és hirtelen halála. Ott akkor, amikor a rendszerváltozás zajlott és ő ott élt, akkor gyakorlatilag azért volt egyfajta kultusz körülötte, pont ebből a hitelességéből fakadóan. És aztán úgy elfelejtettük, hogy csak elsodródtunk teljesen tőle az események, ugye olyan nagy változások történtek tényleg, hogy gyakorlatilag szerintem elfelejtettük Csengei Dénest. Most így 30 év távlatából látom azt, hogy mintha megmozdult volna valami. Most például egy emlékbélyeg sorozatot adtak ki Rendszerváltók címmel, ő is köztük van. Megjelent a Hitel folyóratnál 3 monodrámája egy kötetben, ami még soha nem jelent meg így együtt. Mintha valami megmozdult volna, ami nagyon jó hír, azt gondolom, és csak remélem, hogy az én monográfiám is talán e felé egy lépés, ami egyfajta vitaindító.